Ezen a szombaton még Kozma Orsi énekel a Szerencse Szombat színpadán. Jövő héttől azonban új énekesztár vendég érkezik a showba, Sing Vicky, aki villámgyorsan szerzett magának hírnevet, isteni hangjának köszönhetően. Az énekesnő nagy állatbarát, mi most a Noé állatotthonban önkénteskedés közben lessük meg Vikit, és szerintem segíthetünk is neki. Segítsünk! Először gerebélyéket és lapátokat kaptunk, ezzel estünk neki a terület megszépítésének. Mi gyerekkoromban gerebjéztem utoljára, de nem, hogyha valamit a kezembe adnak, hogy akkor csinálják valamit, akkor azt szeretem úgy szívvel, lélekkel, nyilván, hogy a jó ügyért. Vicky nem félt se a disznóktól, se pankától, a szarvastehéntől. Legjobban a kutyákkal jött ki, ez nem véletlen. Nem tudom, hogy milyen nem kutyásnak lenni, mindig az voltam, úgyhogy egyébként ez nehéz szokott lenni párválasztásnál, mert nálam a kutya az ágyban alszik, ezt nem mindenki tolerálja, úgyhogy ez egy ilyen tészta. A Noé állatotthon folyamatosan várja az adományokat. Az énekes 5 éve járt már itt ilyen céllal. Akkor pokrocokat hoztunk, játékokat, eledet, így gyűjtöttünk ilyen zenészkörökben. A kutyakölykök megetetése után Vikit Szerencse Szombatos terveiről kérdeztem. El fogom énekelni a saját dalaimat, legalábbis szeretném, és hát a kedvenc dalaim közül fogok szemezgetni, de hát ez még most legyen meglepi. Ilyenkor mindig nagyon-nagyon remeg a gyomrom, meg a lábam, meg iszonyatosan izgulok, mintha nem is tudom, az életem múlna rajta. Igyekszem ezt valahogy otthon hagyni, hogy most ne ez legyen azért. Eddig nem lottózott, de augusztusban esélyt ad majd a szerencséjének. A numerológiát hívja segítségül, de titokban tartja a nyerőszámait. Nem feltétlenül csak az én életemre vonatkoznak ezek a számok, hanem ilyen általános mesterszámok. De nem mondom el, hogy mi.